A 2013-as esztendő utolsó találkozója következik. Az Etosz ese Tatabánya elleni utolsó tavalyi mérkőzése, ahol Halászék tekintélyes 31-19-es zakóba szaladtak bele. A meccs után nem sokkal kiderült, hogy a vereség Magyi Serra vezetőedző állásába került. Azt is mondhatnánk tehát, hogy a tatabányaiak edzőt buktattak Győrben. A tréner helyét Rosta Miklós vette át, aki december 28-a óta komoly felkészülést vezényel az együttesnek. Az ősz végén a srácok egy kicsit lerongyolódtak. Tehát azokat a meccseket, amiket jól hoztunk a szezon elején, tehát szeptember, októberben, november, decemberben, ott már csúnya vereségekbe beleszaladtunk, és ez miatt is történt ez a váltás, hogy kineveztek, és közösen a vezetőséggel döntöttünk úgy, hogy a fiúkat egy kicsit meg kell hajtani, egy kicsit az akkumulátorokat fel kell tölteni. A sors fintora, hogy 2014-et ugyanazzal az együttessel kezdik Motáék, mint amellyel 2003-at zárták, de ezúttal a Magyar Kupában találkozik a két fél. Az oda-visszavágós párosítás első felvonását szerdán este 18 órától a bányászvárosiaknál rendezik, majd egy hónap múlva lesz Győrben a második meccs. A párharc esélyese a Tatabánya, bár a kupa más kávéház, mint a bajnokság. Akár bravúr eredményre is képesek lehetnek az egyetemisták, de ha győzni nem is sikerül, az mindenképpen jó lenne, ha szoros eredmény születne, mert az biztató lehetne a visszavágóra nézve. A Tatabánya Etosz ese Magyar Kupa mérkőzésről terveink szerint csütörtöki híradónkban beszámolunk.